Az év koncertje díját nyert el nemrég a tavalyi nagy sikerű koncertjük, amely a 30 év címet kapta. A jubileumi koncert a szóló karrier 3 évtizedét kísérte végig. Ez a Győri Filharmonikus Zenekar és a Pécsi Voisinges kórus kíséretében zajlott. Két előadásuk volt az Operaházban. Tavaly a Papp László Arénában teltház előtt is bemutatták a jubileumi koncertet. Alig néhány héttel a jubileumi előadássorozat után most az Ákos turné 2024 zajlik. Kvintetként játszanak a Káptalan színpadon. Bán Favi, Sanyi barátom üti a dobokat, Káló Peti basszusgitározik, Lepés Gábor billentyűzik, Madarász Gábor gitározik, mindannyian nagy mesterek a maguk pozíciójában, jó magam pedig szorványos énekléses gitározással próbálok nyugalom megzavarására alkalmas hang- és képhatásokat kelteni. Ez az előadásunk, amit most játszunk itt Pécsett, ez ebben a sorozatban a negyedik. Kecskeméten, Nyíregyházan és Siófokon játszottunk, a 3 előadásunkat eddig 22 000-en látták, úgyhogy mondhatom, hogy már szépen összepróbált, jól összecsiszolt műsort hoztunk Pécsre. Minden előadással az ember akár debütálhat, is tette hozzá Ákos. 36 éve áll a színpadon, de minden előadás számára az első. Úgy megyek a színpadra, mintha most kéne bemutatkoznom, biztos lesz olyan ember, aki most lát először, biztos lesz olyan ember, aki esetleg rossz hiszemű, és valaki elrángatta magával számukra, mi debütálunk. Tehát az én sorsom az nagyon izgalmas, kegyes, szép. Apa lehetek, 4 gyerek apja lehetek, 36 éve csinálhatok egy olyan produkciót, amiben önmagamat mutathatom, meg sokféle műfajban volt módon megnyilvánulni, a közönség követett mindenhová, nem csak a könnyebben befogadható népszerű műfajokba, hanem az irodalomba, a filmbe, meg máshová is, tehát én azt hiszem, hogy nálam szerencsésebb ember nincsen, most is emberek várják a koncertünket, nem betévednek ide, hogy van valami esemény, hanem a mi koncertükre jönnek. Hát ennél nagyobb dolog ebben a műfajban nem igen adódik, úgyhogy én ezt nagyon nagy becsben is tartom. A pécsi koncert fergeteges sikerrel ért véget. A várva várt legismertebb dalok is felcsendültek a Káptalan kertben, mint a Made in Pécs Fesztivál koncertjeinek állandó helyszínén. A teltházas buli emlékezetes élményt nyújtott rajongóinak.